sziasztok! Én vagyok, és de másmit a Star Tracker, amiben az űrbe leszünk kamionosok. Egészen innovatív felvetés, azt kell, hogy mondjam, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik ez. Végül is a forgalom valószínűleg kicsi lesz, érted? Valami bő válaszolni így nehézséget tekintve, de én a Recommended-re megyek, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott élmény legyen. Hát lerobbantunk, szóval rendbe kéne hozni a dolgot. Jó, hát eléggé jó kezdünk. Akkor kiszállunk a sofőrülésből. Apukám, hát azért kamionokat lehet nevezni ilyen kisebb háznak, de ez főleg, ez mi ez? Hát az, hogy a core system piros, meg a klíma izé piros. Egy szóval nem működik a légkondi, szóval nagyon nagy a probléma, ez minél előbb kellene orvosolni. Rendes space suite, hogyha ki szeretnénk szállni konkrétan. És ezt is kell felvenni. Hát akkor airlock kinyit, és hát nem a megszokott helyen van az ajtó, de hello! Már kint is vagyunk, na várja. 150-es speed limit, az igen. Ez csak egy ilyen kis mellékút. Akkor eléggé haladós. Jézusom, várjál, ez nem jó. Roll, igen. Ott van. Hey, mi ment el itt mellettem? Várjál, itt van forgalom. Remélem elakadási jelzők kirakva meg minden. Itt a Big Rig. Hát figyelj, ez nézhetek ki úgyis, mint egy űrhajó, de hát akkor hol lenne a style? Azért ki kell néznie valahogy. Itt van valami lyuk. Hát figyelj, ez lehet, hogy hengerfej lesz, de nem tudom, ezt itt beheggesztjük, és akkor biztos, hogy jó lesz. Akármi is füstöl oda bent, megoldva, és van itt is egy bridge oldal. Hát akkor gondolom, hogyha ütközünk, akkor ilyen ehhez hasonló sérüléseket kapunk. Aha, de nem lehet felpattintani a kicsikét? Megnézni, hogy mi duruzsol benne, mondjuk. Mivel oldalt vannak a izék, a hajtóművek, ezért lehet, hogy az oda bent egy full üres, vagy ott van a aksi, vagy akármivel is menjen. Oké, azt hiszem meg vagyunk, mondjuk, hogy ez miatt a légkondi miért nem működött, azt nem tudom, szóval ja, megnézzük. Jó, megjöttünk, beraktuk töltőre a ruhát, visszatölti az oxigént, meg energiát, tökéletes, és mehetünk tovább. Várj, megnézem odalent, hogy mit ír most, illetve mindjárt megnézem, csak némi tutoriál. Van CB rádiónk, és hogyha vannak a közelbe, akkor tudunk velünk beszélgetni. Menő. Ha nyomunk egy gombot, és akkor van ott egy-kettes opciónk. Hallasz? Hall. Oké, zsír. Oké, azt mondta, hogy indulhatunk, de mindjárt lecsekkolom, hogy odalent minden zöld lett. Tökéletes, akkor azokon volt ilyen leak. Most már működik. Ezért joystick az működőképes. Ó, hát persze. Jó van, mát is át. Akkor nyomunk egy kövéret. Tudunk simán kanyarodni. Ó, oké. Nem nagyon ugrós. Jézusom, fölfele, lefele, most azonnal ezt átállítjuk. Sokkal jobb. És tudunk rollolni. Aha. És mindez külső kamerából. Probléma nélkül, felcsatolva a konténer. Figyelj, lehetséges, hogy ez nem annyira elrugaszkodott a valóságtól. Bárki kiköltözik majd a Marsra, első dolga lesz, hogy Temura leadjon egy nagyobb rendelést. És akkor vannak ilyen ugrókapuk, ezzel tudunk így a galaxis szerte mozogni. Mehetünk. Hello, activate. Oh, aha. Jó, zsír. Megyünk. Hát egy kicsit felgyorsult az óra, meg ilyenek. Lightosan. És... van ám egy pár űrállomás. Hello, GB, akárki is legyél te. Jó, akkor már ugye éppen egy meló közben vagyunk. Ugye rajtunk van a cargo. Szóval ezt már csak le kell csatolni, és akkor meg leszünk. Mindjárt vagyok. Pillanat. Nem lehet lehúzni az ablakot, hogy kikönyököljünk, vagy bármi. Hát elég messze lenne mondjuk kikönyöklésre, fuck. Na jó, eskü az előbb még itt volt előttem a célpont, most hova tűnt? Ja, itt van föntebb, oké. Kicsit lentebb indultam, és elméletileg nem kell rátolatni, hála az Istennek. Mondjuk azért
ezt egy kicsit így sajnálom. De oda csak így be kell menni, és akkor... és akkor jó lesz. Ajjajjaj, van némi sodródás! Figyelj, zöld, kész. Megjöttünk. Itt van egy kar, ezzel leoldjuk. Nagyon jó. Warning. What? Mi az, hogy warning? Ja, van egy breaching. Kiitta volna. Kézifék. Gyorsan. Álljunk meg. Hát az nem biztos, hogy van, csak simán kiszállunk. Oh, fucking hell! Egy picit a dolgok leestek, meg ilyenek. Jó, nem igazán számítottam rá, hogy a kamionnak itt is hosszú a féktávja, de igazából számítottam volna rá. Ja, nagyjából rendőzt raktam. Várjál már, mindjárt. Csak hagyd nézzek már ki. Aha, ez itt kapta, és... ott a rakomány, az zsír. Azt hittem még időbe le tudom csatolni, de... nem néz ki. Akkor ezt befotozzuk, és... hát visszatolatunk, szóval... mégiscsak rá kell tolatni. Csak van már be valami tolatókamera. Amúgy ez kajak az. Docking kamera. Jaj, látom magamat kívülről, és ahogy tolatok, úgy ott van gondolom a célkereszt. Az menő. Itt tudsz rátolatni a rakományra. Range... micsoda? Jaj, még azt is mondta, hogy hány méterre van a rakomány. Ezzel a tolatókamera, apukám. 2050-ben vagyunk. Not aligned. Az zsír. Akkor... kicsit igazítunk. Hát igen, ilyen űrben sodródós az irányítás, meg ilyenek. Most valami jó lesz, Még mindig not aligned. Hát nem már. Hát ettől jobban. Reméljük, hogy nem időre kell ide érnünk. Oh, nagyon jó! Felcsatolva. Amúgy újrahasznosított textília van benne. 86%-os a damage-e. Ez belefér. Na várja. Szóval, óvatosan. Figyeljük a kilométer órát, mert annyira nem érződik a sebesség. Kicsikét nagyok a távolságok. Ez most jó lesz. Így. Kicsit oda küldjük neki. Azért jó gyorsul. Meg lehet vele indulni. És zöld. Jól tudom már. Becsatolás. Megérkeztünk. Ott van szépen. Ja. Gondolom. Késés mínusz $1, az egész jó. Felelőtlen vezetés, $125. Damage, client property. What? $400 mínusz? $0. Ezzel minden elindultunk. Nagyon jó. Szétbombáztak a izét, a dokkoló állomást. Ki kellett fizetni. Aha, szóval Palmview Station-on tudunk dolgokat venni, meg. Hát az ilyen központi hely. Ja, és akkor ott vannak a kanyarodó izék. Azok a kanyarodik. Ezzel meg gázt adsz. Így meg visszafele. Ha, úgy menő. Illetve jól értem, akkor ennyi volt a tutorial. Nagyon helyes. És van itt valahol valami user manuál. Ott is van. Hogyha bármi probléma lenne, akkor ezt elő tudjuk venni. De mi probléma lehetne? Oké. És hangulatfényt be lehet rakni. Távolsági fényszóró. Ilyenek. Cruise control. Not active. App egy 30-as cruise control. Zsír. Lehet állítani a légkondit. Moderate, jó lesz. Ventilátor sebesség. Hát minden van, kérem. Szóval Palm View Stationbe kellene elmenni. Ami... hol van? Térképet így nem látok. Ja, várja. Object-e jelzés, ott van. Akkor easy. Ott mi az a sárga? Eltűnt. Az mondjuk úgy nézett ki, mintha valami űrtörmelék figyelmeztető cucc lenne. Amik mondjuk vannak. Főleg külső nézetből látszik, hogy ott például alattunk, meg arra jobbra rakás űrszemét. Szóval azoknak valószínűleg nem érdemes innen kicsapódni, mert akkor lesz egy kis lyuk a cuccon. Na várjál már, most így melyik itt a semmi közepén. Az ott az út, az űrút. Figyelj, erre szerintem sokkal jobbak vagyunk, amíg nem megyünk neki űrszemétnek, de hát végül is figyelek. Nagy baj nem lehet. Debris proximity. What? Nincs itt semmi. Hú, de azért van. Azt a rohadt mekkora izé szemétlerakó. Jézus. Akkor viszont lehet, hogy ez nem lesz egyre egyszerű.
Nem baj. Padlógáz. Én azt láttam, hogy elmegyünk fölötte, de hát egészen nagy. Hűha. Akkor lehet, hogy lassabban kéne menni, vagy valami. Igen, nagyon jó. Ez ennyire nincsenek veszélyes sűrűségbe, de azért nem annyira fincsi. Szerintem lyuk van a gépezeten. Aha, az ott jelzés a műszerfalon rózsaszínnal. Na hát, jó, megnézem. Meg valami olyasmit is írt, hogy az energia, mint a merülne, vagy micsoda. És ezek az elemek, power cell-ek, ezeket kell cserélgetni. Csak, hogy hol? Azt nem tudom. Oh, itt van. Power cell, van még abba cucc? Nem kell parázni. Igen. Valahol erre fele volt a becsapódás, még nem hiszem, hogy itt oldalt, de... Whatever. Van rajta már egy pár folt. Gyűjteni fogjuk. Ja, szóval arra azt tűnik nekem az űrútnak, mert ott megy is valaki. Hát erre nyilván kerülő, de arra mennek általában. És itt a vége, és akkor itt meg már szabadabb járás van, gondolom akkor a tisztán tartják, hogy ne legyen annyira szemetes. Annyira nem kéne száguldozni. Ó, főleg, hogy a csávó is erre jön. És kinek van elsőbsége? Várjál már. Ó, seggel kell ráállni a dokkolóra. És van értelme. Jó, akkor neked van elsőbséged, mert gyorsabban jössz, mint én. Legyen így. És akkor itt a parkoló, ott már állnak, ahogy látom. Igen, az már foglalt. Szóval egy ide jövünk. Fordulunk. Valahogy így. Oh my god. Ne sodródje. Nagyon jó. Aha, az micsoda? What the fuck? Gravitációs kompresszorom kikapcsolt. Az nagyon jó. De végül is az csak bent probléma nekem. Jó, várjál, majd mindjárt foglalkozunk vele, csak hajdokoljak már be, mert akkor legalább nem fogunk elsodródni, meg nem fog nekünk jönni senki. Ez így nekem jónak tűnik. Aha. Dok, ready. Nagyon jó. Megjöttünk. És akkor lehet, hogy itt kapjuk majd a rakományt is akár. Feldobják mögénk. Igen. Jó, szóval itt vannak, amiket jelenleg tudunk vinni. Van itt ilyen fémhulladék, van hélium szállítás. Egészen robbanékonynak hangzik, azt hiszem. Talán nem a legjobb így első munkára, de szerintem a fém hulladékot vagy a konténert nagyon nem tudom elrontani. Ilyen 5 kilométer, 1 kilométer, az lószar. 6, micsoda? 6 fény év, vagy mi az? Ja, még lehet, hogy ugranunk kell hozzá, és akkor végül is annyira nem sok, de például a hélium $2000, de várja, mondta, hogy itt lehet izén is vásárolgatni, nem? Meg nézzük már meg előtte ezt a generátort. Hát mondjuk ez most marhára működik, amúgy. De azt mondta, hogy itt van, és a power cell, ha lemerül, mégpedig ez lemerült, nem damage-es, akkor lehet probléma. Most lehetséges, hogy a dokkolásból kapunk energiát, és akkor ilyenkor működik. Ja, várja, ott van lent. Aha, itt van a power cell, ez 150-es, ez csak 100-as. Hát nem tudom, annyira nem veszélyes, elég a 100-as, nem? És akkor ezt nem kéne valahol feltölteni egyébként? Vagy lehet, hogy ott fönt az pont a töltő? Ez itt, nem. Nem. Switch charger. Jó, hogy abban is power cell van. Hála az Istennek. Az nagyon jó. Ajaj. Figyelj, én ide lentre raknám. Ha én dönteném el. Hát viszont marhára nem látom, szóval... Figyelj, még van egy teli elemünk. Az biztos sokáig elég lesz. Mondjuk, ha itt lehet vásárolni, akkor lehet, hogy tudunk azt is venni. Most akkor ki tudok menni így az űrállomás? Nézzük már meg. Ha? Az mi? Hello? Azt mondja, hogy nem tudok kimenni. Jó, akkor fogadjuk el ezt. $2000, 5 kilométer, teljesen jól hangzik. Jó, hogy 2 ugrással, mi a szar? Jó, hát végül is az 5 kilométer, az úgyis 5 kilométer, mert ez egészen gyorsan megy. Persze, aláírom a szerződést. Hogy a VR-ban -e? Aha, és most felcsitolták, vagy mi van? Közben nagyon mennek a kamionos társalgások. Tudnám, mi a jó égről. Azt mondja, hogy ott talizhatunk velük? Hello? Oké, kaptunk egy
Besz a nevet. Kösz szépen. Szóval, hol a rakománya? Várja. Fel kell vennünk, ott van bal oldalt, a HLM2B-ből. Igen. Cargo. Ott. What? Ja, hogy 5 kilométerre van a cargo. És utána még vinni kell. Hupszi. Hát akkor menjünk. Itt továbbra sem tudtam kimenni. Szóval, akkor itt csak a munkát kapjuk. Úgy néz ki. Némi visszapillantó tükrök, hogy bármi azért jól jönne, hogy így lássa, hogy mi van körülöttem. Odáig vajon kéne egy utat találni, vagy nem. Mert ott van egy, ami mintha abban az irányban lenne. Aha. Ja, szerintem az pont oda felvezet. Akkor jó, menjünk. Igazából lehet, hogy itt egyéb más pozitívuma is vannak annak, hogyha itt megyünk. Az ott a szembesáv! Ez még mindig a szembesáv! Húha! Úgy néz ki, épp most kaptál büntetés szabálysértésért. Igen, úgy néz ki. Ja. Eskü nem fog többször előfordulni. Hát igazából csak 100-zal mentünk neki, szóval... Mi a jó égnek tudtam még neki menni? Ember, hát az űrbe vagyunk. Horgonyt! Nincs kézi fék. Várj! Emergency airbrake. Ja. Megállt. Zsír. Az a mértéki sodródás, amit csinál, az embertelen. Tehát itt nagyon oda kell figyelni. Atya úristen, menjünk! Ja, ugye még a ruha energiája fogy is, és lehet, hogy nem lesz elég energia ezt beforrasztani. Az igen. Ugye ez egy kis lyukacska nem zavar minket, amíg vissza nem tölt a ruha. Amúgy a másik ezt túlélte? Hát, nem látom így a közelbe, szóval akkor tovább ment, gondolom. Vagy űrszemét lett belőle, és most itt kering valahol. Oda indultam. Nem ismerős, de... De lehet. Ja, hogy fejjel lefele vagyok. Értem. Jó, akkor itt így sokkal előbb el kell kezdeni kanyarodni. És akkor nem lesz probléma. Tartani kell a saját sávunkat. Ennyire egyszerű. Jaj, már megint sotródok át. De viszem el. Ezzel forog, oké, azzal nem sokra megyünk. De még be kell így driftelni vele. És ez még most így működik, de hogyha a kárgó lesz fönt, akkor segge átlóg a szembesába, szóval az se jó. Aha, ez a hely. Ha valahogy be kéne oda menni, vagy mi. Aha, ez kárgó, csak pont rosszul állok, nem baj. Akkor ez valamilyen gyár lehet, és ide rakják ki a cuccost, amit el kell vinni. Jó lesz. Szerintem még a szög is király. És dokkolás zsír. Aha. És ez itt a galaxis térkép. Ez az első régió egyenlőre, ami elérhető. És van itt még egy pár. És akkor oda kell elvinnünk. Az kettő ugrás lesz. Először ide a medúzába. És utána pedig oda. Aha. Ó, innen jöttünk ebből az Onyxből. Uh-huh. 21 kilométer lesz, nagyjából 15 perc, 7, gondolom fényév, amit egész galaxisban így megteszünk. Ja, megoldjuk. És akkor itt van fönt külön, hogy mi van a hajón, skillek, jobok, konvoj. Á, velük beszéltem, rádión. És akkor ők adnak majd ilyen side jobokat, mindegyiknél vannak ilyen, hát ilyen összefüggések is, meg hasonló upgrade-eket oldunk fel vele. Aha, jó. Most beszéltem feltétett a ruha, be tudjuk fotózni az egy lyukat. Mondjuk ennyi idő alatt töltött fel félig, azért kell neki egy kis idő, nem éri meg sűrűn szétrobbantani a gépet. Jó, szóval arra, másik irány, várjál. Fordulni kéne, fordulatok? Ki tudja? Nem nagyon látni. Kézi vagy valami nincs. Kicsikét bedobjam a seggét. Nem nagyon. Kicsikét, mint hogyha... nem is tudom, olyan furán mozogna a gépezet. Hát még nem tudom pontosan, hogy mi, de mintha valami lenne. Itt most megint vagy egyenesen megküldjük, vagy innen így megpróbálok elmenni oda, becsatlakozni arra a főútra. Eléggé más így 3D-ben érzékelni a teret, mint ETS-be.
nem annyira egyszerű. És ha nekem nem annyira egyszerű, akkor nem tudom elképzelni, hogy ti mennyire vagytok most megzavarodva. De, ja. Aha, ez így menni fog. Reméljük, hogy mögöttünk nem jön senki, szembe nem jön, szóval... Ez egy egész jó. És... Bevette. Közben itt jobb oldalt, ez itt mindent ír nekünk, hogy a power cell-ek hol milyen állapotban vannak. Nagyrészt jó. A ruhatöltő power cell-el nagy a probléma viszont. Várjál, elakadási jelző. Megállunk. Drive assist. Ki lehet kapcsolni a drive assistot? Ja, mert hogyha be van kapcsolva a drive assist, akkor ilyenkor fékez. Vagy ne sodródj. De ha kikapcsolod, akkor meg sodródsz a francba. Szóval, hát mint amikor kikapcsolod az ESC-t, hogy ne szóljon már bele, tudok én vezetni. Csak nem tudok még így. Nem vagyok rutinos űrsofőr. Sui Charger, igen, írja is, hogy az nagyon merül. Szóval itt van a 150-es. Ezt kicseréljük. Hát igen, mondjuk nem csodálom, hogy lemerült. Egy párszor használtuk. Várjál már, a kézikönyv nem írja, hogy van ebbe elemtöltő. Hát, nem látok ilyet. Fuck. Na mindegy. Most jók leszünk itt darabig, mehetünk. És akkor a jobb oldali kapu kéne nekünk. Elvileg az visz minket a medúzához. Stopp. Állunk. Nagy fék. Még lehet, hogy ezzel fogyasztunk valamit. De megállt. Aha, most lesz a jó. Let's go. Ugrunk. És akkor itt egy másik map rész. Jó napot! Aha! Jó, tehát átellenőriznek minket. Ez rutin vizsgálat, azt mondja. Bocs már! Csak... Oh, oké. Köszönöm! Nem találtak illegális alkoholt, meg ilyeneket a fedélzeten, szóval... Úgy látszik, hogy semmi probléma. Na várjál, Business Hub. Nincs valami... Benzinkút! Oh! Hello! Ami amúgy se lenne rossz, mert mint hogyha 46 km-re elég. Mondjuk ez meg egész sok, de hát várunk a taksit is. Full integrity critical. Aha. Az... itt a visszapillantó, várjál már. Külső kamera. Ez jó. Mi az a hull? Hull integrity ott is van, igen. Egy ilyen helyi autószerelőt kell felkeresnünk, hogy helyreállítsa ezt, mert ez nem jó. Hát így a mapon nem látom. Na várjál már. Látjuk, hogy mik a jellemzői a helynek. Ez security magas, ezt láttuk. Trafik az van. 125 fok van. Akkor jó, hogy működik a légkondi, igen. Helyi árak, hogy mi. Elég drága benzin, nagyon jó. Szóval amit nem lehet ide behozni, az narkó. Oké, it's fine. Az Atlashoz, ahol voltunk, ott meg explosív és narkó. A kövi helyre viszont bármit be lehet vinni. Milyen érdekes. Mondjuk nem mintha lenne bármim. Ez de menő. Bal oldalra visszapillantó, jobb oldalra visszapillantó, látunk itt mindent a monitorokon. Hello, nincs duda. De van, lower shutter. Ezt igen nem húzom meg. Hopp, ott a benzinkút. Melyikre álljunk? Ide vagyok a közelebbire. Tökéletes. Ötös kút meg kell jegyezni. Pénztárnál bemondani. Ejj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 
bocsánat, csak azt látom, hogy mögöttem van, de engem az érdekelne, ami előttem van. Oh, shit, ne várjál. Az elejének kéne benne lennie, nem a hátuljának. Nem most a jó. Zöld. És mennyit öngolunk bele? Igen. 2000 telerakni? Vagy annyi van? Várja. Meglátjuk. Hát... van egy tankja, mi a fos? Szerintem annyim van. És... 1000 fél tankról. Az igen, és így bír 93 kilométert. Szereti csipegetni. Hát úgy nézve, hogy meg kapok az egész küldjé 2000-et, hát nem tudom, az még egyelőre nem egy bankrablás. Ezeken a kamerákon most lényegében a hajtóművek oldalán van a kamera. Talán ez segítene abba, hogy jobban érezzem az oldalát. Aha, ott van a következő átjárónk. Most mondanám, hogy az egyéb törmelékeket is látom, de
Hát valamennyire látszik amúgy. Ott van az a szikla. Még sokkal távolabbinak tűnik. Ja, és ilyenkor warningot egyből ki is dobja. Tök jó, hogy a visszapillantó tükre. Véletlenül is lássam. De hát ja, amúgy se annyira látszik rajta. Mehetünk. Akkor végül is így... Ezeket a helyeken belül túl sokat nem kell. Nem kell kamionozni. Legalábbis ezek meg ilyen viszonylag kicsik. Ó, bakker. Hát ez szűkös. Annyira nem tetszik nekem. És a drop zone előttem van. Hát ez sok mindent jelenthet. Verettünk ki balost. Valahogy csak oda jutok. És ott lesz a drop zone. Nem volt annyira nehéz ide találni szerencsére. Nagy fék. Százzal megyünk, ez olyan volt, mint a semmiben nem mennénk. Hát erre viszont rá kéne tolatni, mert nincs kijárat a másik oldalán. Ó, he. Várjál, visszapillantó tükrökre átváltunk. Hát végül is, elméletileg nem kéne, hogy nehezebb legyen, mint egy másik kamionna. Annyi, hogy itt tud menni tök más irányba is. Föl meg le. Aha, szóval oda kéne bedobni. És akkor erre így megtörjük. Aha. és közben Oké, ez kész katasztrófa. Ez ugye elmegy lefele, fölfele, Jézus Mária. Tehát egy ilyen saroktulatás nem igazán látok reális dolognak egyébként. Picit megbozdított az analogot és már mindenek vége. Most igazából arra megy. Már hagyd nézzem meg kívülről, hol vagyok? Hát, ahogy végül is az irány jó volt. Na várj, egy külső kamerából esetleg, belsőből egy igazi halál. Hát, nem mondom, hogy külsőből sokkal jobban szórakozok, de... Így már egy fokkal... Aha, egy fokkal jobb. Mi? Az nem az volt. Jó, de ahogy jó lesz. Az ami másik rakomány, amúgy, amit nektek kimentünk. Reméljük nem túl értékes, mondjuk az ilyen héliumos, nem? Annak tűnik. Ez szerintem benne van, főnök. Ne szórakozzunk már. Ami bőven van hely, hogy így álljak rá, és csak egyenesen kelljen tolatni egyébként, szóval... Nem tudom, mit szorakodok. Ne dudálj már! Hát nézd már meg, első munkanapom. Mindjárt összefosom magam. Jó. Hát szerintem benn van. Egy nagy része benn van. Így is. Van egy kézi. Megjöttünk. Itt is volt ütközésem. Ha ő mondja, akkor biztos igaza van. Minusz 500 dollár, persze. Meg ilyenek. Így maradt a végére 1200 dollár, ami tökéletesen elég a benzinköltségre. Ez igen, apukám. Level 2 viszont. És skill pointot ki tudunk osztani esetleg arra, hogy nem is tudom, mondjuk valami automata tolatás, vagy hasonló. Aha, ezzel olyan munkákat oldok föl, amiknél kevesebb idő alatt kell odaérni, az... ez nem kell, a másik pedig, hogy törékeny áru. Az jó, valami, ami esetleg nekem való. Hát nem igazán, de balra van a fast and risky, jobbra pedig a safe and sound, szóval szerintem jobbra megyünk. Inkább lassabban. Ó, ha ráközelítek a mapre, akkor látom, hogy hol mik vannak. Itt van... Trader és job board. Ennyi. Egy darab dealerikon nem látok amúgy az a helyzet. Le tudom, kéne menni felfedezni, hogy mi az azért fehér. Ó, aha, shop és job board is van. Így közel jöttem, most már láttam, akkor ide is be lehet dokkolni. Ó, és ahova dokkolok? Értem, tehát fönt van a shop dock. És itt látszik, hogy miket tudunk venni. Egy ilyen akkumulátor. 600 dollár! Na várja, aksi töltő mennyi? Nincs? Légy színe, csináld már. Ja, mert ráadásul itt most drágák a dolgok, és még 1000 helyett is 1200 a nagy aksi, kis aksi 620 az 500 helyett. Csodás. Van itt ilyen ládák amúgy, ezeket ki lehet nyitni, és van benne... valami. Air filter. Ó, akkor ezeket például ebbe lehet tárolni. És akkor nem menne a HP-ja ütközéseknél. Hoppácska. Hát már mindegy. Hát biztos, hogy nem fogok ennyi pénzé venni egy izét. Egy darab aksit. El lehet felejteni. Akkor viszont lehet egy upgrade shopot kéne keresni, ahol esetleg bele lehet szerelni a aksitöltőt. Legalábbis így
És ez a legjobb elképzelésem. Hát megnézzük majd legközelebb, hogyha úgy van. Nekem úgy bejön a game, jó koncepció, meg jó ki van dolgozva. Csak nem tudom, hogy tényleg nektek ez mennyire jön így át, meg érthető, mert nagyon összetett, és hát ez a vezetés, ez nem biztos, hogy annyira követhető így utasként. Szóval kíváncsiak a visszajelzésetekre, hogyha szeretnétek, hogy még folytassam és tetszett, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok egy csapatba. Na, sziasztok!